Szeretettel köszönöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 8. fejezetből a 28-tól a 34. versig. Ez így hangzik. Amikor Jézus a Genezareti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szembe. A sírboltokba bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust. Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik. Menjetek! Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket. Mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Gadara település 10 kilométerre volt a Genezareti tótól. A megszállott a sírboltokból bújik elő. A sírboltokat a démonok kedvelt tartózkodási helyének tekintették, ezáltal kapcsolat jött létre a halál és a démoni megszállottság között. A démonok felismerik Jézus valódi kilétét. Tulajdonképpen megvallják, hogy Jézus az Isten fia. Mert így nevezi őt, hiszen tudja, hogy kivel is áll szemben. Ne gyötör minket kérés nyilvánvalóvá teszi, hogy a démonok elismerik, hogy Jézussal az Isten országa elérkezett, és ez csapás jelent a számukra. A sertések az izraeliták számára tisztátalan állatoknak számítottak, ugyanakkor mulatságos állatoknak is tartották őket. A pogányok számára a zsidóknak a sertésektől való iszonyodás, a félelme, a nevetség és a gúny tárgya volt. Jézusnak van hatalma az ördögök kiűzésére, mivel ő az Isten fia. A történet nyilvánvalóan pogány területen játszódik, hiszen sertéseket a zsidók nem tenyésztettek, és a tisztátalansága miatt. A zsoltáros azt mondja, hogy átkozott, aki a sertés legelteti. Tehát tulajdonképpen ez egy pogány területen történik. Általánosságban elterjedt nézet volt, hogy a démonoknak tartózkodási helyet kell találniuk, nehogy az örök büntetésük helyére kerüljenek. Ezért kérik a kondát, hogy azon a vidéken maradhassanak. A konda pusztulása az ördög vereségét mutatja. Ezt a történetet úgy kell fölfogni, mint gyógyítást. Az önmagától elidegenedett ember Jézus segítségével visszatalál önmagához és Istenéhez. A gyógyítás megtörtént. Jézus minden bajtól meg tudja szabadítani az embert. Részünkről elsősorban hitre van szükség, és állandó kapcsolatra az Istennel. Ebben a szakaszban Máté evangélista Jézus hatalmát akarja bemutatni, aki a szabadulást hozza meg az embernek, és hozza meg nekünk is. Köszönöm a figyelmet!